Rendkívüli testületi ülést tartottak Dombóváron, ahol többek között arról döntöttek, hogy a helyi bölcsödét felújítatja és kibővíteti az önkormányzat. Pintér Szilárd, a város polgármestere azt mondja, vidéken a dombóvári járásban élő szülőket szeretnék támogatni, hogy újra munkába állhassanak. Ma a rendkívülésen 6 napi rendi pontot tárgyaltunk, ezek közül azt gondolom, hogy 3 kimondottan fajsúlyos volt. Az első mindjárt az óvoda bölcsőde működési területének a bővítése, hiszen Dombóvárváros önkormányzata úgy döntött, hogy a bölcsődét felújítja, egy új csoportszobát alakít ki. Tekintettel arra, hogy az eddigi működési terület úgy volt lehatározva, hogy Dombóvároson kívül 25%-kal lehet emelni a létszámot vidékről is. Ezért azt gondoltuk, hogy a járás területét határozzuk meg, és a járás területére kívülről érkező 25%-ot gyerköcöt próbálunk még bölcsödében fogadni. Nyilván én azt hiszem, és biztos vagyok benne, hogy Dombóvárnak ennek vezérszerepe kell, hogy legyen, hiszen a vidéki településen élő szülőket is a munkaerőpiacra vissza kell vinni, tudjanak dolgozni, és nyilván ezekből a gyerekekből megítésem szerint nagy részéből dombóvári óvodás és iskolás is fog lenni. Azt gondolom, hogy ez a döntésünk mindenféleképpen jó célt szolgál. A város vezetősége arról is döntött, hogy a tanév kezdetétől minden tanulónak ingyenes lesz a bérlet Dombóváron. Ezzel tervezik csökkenteni az iskolák előtt reggelente álló autók számát. Nagyon fontos döntés volt ma a testület részéről az, és hiszek, hogy ezt a dombováriak örömmel fogják fogadni, hogy szeptember 1-től minden dombovári iskolás tanulóbérletét ingyen fogja kapni. Ezzel szeretnénk azokat a reggeli tumultusokat elkerülni, amikor egymás egyén hátán állnak az autók az oktatási és nevelési intézményeink előtt, és minden szülőt arra biztatunk, hogy én a lehetőséggel kérje a gyermekének a bérletet, és próbáljunk meg reggelente normális állapotokat fenntartani az iskolák környékén, hiszen azon túl, mert nagy tumultus van, nagyon nagy a balesetveszély is, hiszen egymás egyén hátán érnek az autók, ugrálnak a gyerekek, tehát nap mint nap reggel és a délutáni órákban hihetetlen balesetveszély és minden oktatási intézményünk környéke. Továbbá a zárt kertek fejlesztését is elfogadta a képviselői testület. Megjelent menet közben még egy zárt kertes pályázat is, aminek a beadási határideje augusztus 9-e. Erről kellett dönteni a képviselő testületnek, hogy élünk a lehetőséggel. Alapvetően Dombóvár nyergesi zárt kertes ingatlanok környékén szeretnénk útfelújításokat végezni, és a 2 évvel ezelőtt megvásárolt és ott jelenleg munkati tulajdonképező képező gyümölcsös pedig szeretnénk patálóval bekeríteni, hiszen a 2 évvel ezelőtt ültetett fákat a vadak gyakorlatilag mindegették, és addig nem is tartottuk célszerűnek a telepítését új gyümölcsösnek, amíg nem tudjuk bezárni kerítéssel ezt a területet. Remélem, hogy ez a pályázatunk is pozitív elbírásba kerül, és nyilván nem is a vadkerítés, ami számomra a legfontosabb, hanem a közutakat tudjuk javítani, és az ott zárkert tulajdonosoknak jobb közlekedési feltételeket tudunk biztosítani, illetve a csapadékvizet is megpróbáljuk megfelelő mederbe terelni. Egyhangulag mind a 6 napi rendi pont átadásra került, Humánbizottság és a Pénzügybizottság ezt előzetesen tárgyalta, módosítani indítvány egyike sem érkezett, úgyhogy örülök neki, hogy ezen mai napon augusztus elején, amikor mindenki nyaral, novári képviselőtestületből jelen volt mindenki, és tudtunk együtt aktívan dolgozni.